Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Én Barta Tusek Nébolya vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Barta Tusek János vagyok. Mi vagyunk a PPA egyik 10-es igazgatóházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem, hogy senki számára nem bántó, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom eredendően vaseszergeles volt, de mára már a PPH tanuló csapatszervezéssel foglalkozunk, ami elég sok időnket kitölti már, és egy nagyon jó élmény biztosító tevékenység. Gyulán élek a feleségemmel, egy lányunk van. Magamról vagyunk, hogy civil foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem, hogy párom mondta, hogy már most már a PPH-val foglalkozunk. Hát Gyulán élek én is, a lányom. És most már 25 éve, hogy egyre boldogabb házasságban élünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honor Trade ZRT és a Nyílt Akadémia, Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője, az egyik legismertebb mesterkócs személyiség és képességfejlesztő szakember. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. 1984 óta Budapesten élt családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 87 óta foglalkozik emberekkel. 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több 10 000 ember képzésében vett részt. Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósításához olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen égi forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak az aranykorba bejutni, az a szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. És ez a tudás egyre bővül. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jön és tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jelenlegi világunkkal mennyire vagytok elégedettek? Nagyon szép időnk van. Az időjárással most elégedett lehet mindenki, nem? Nincs túl meleg, nincs túl hideg, pont jó, nem? Nem esik az eső, tehát ilyen pont ideális idő van. De azon túlmenően, ha megnézzük. Elég sok minden történt az elmúlt napokban, a világunkban, nem? Például lehet, hogy sokan nyugaton dörzsölték a tenyerüket, hogy végre legyőzhetik az oroszokat, nem? Mert megpucsolják a Putyint, nem? Aztán amilyen gyorsan létrejött ez a pucs, olyan gyorsan abba is maradt
ha valaki ezt követte. Tehát egy pár órás pucs történet volt az egész. Amikor nekem mondta a nejem, hogy a Wagner csoport az ugye szembefordult Putyinnal, mondom, az nem létezik. Mondom, nem létezik. Tehát nem hittem el. És akkor utána néztem ugye a médiában, de hát akkor is ugye valami olyasmi érzésem volt ebben az egészen, hogy nem létezik az, hogy ugye ott abból bármi is legyen. És igazam is lett. Tehát pont akkor gondoltam arra, mikor elkezdődtek a tárgyalások, hogy hát miért nem beszélgetnek egymással? Hát beszélgetnének egymással, meg tudnának beszélni mindent. És végül is így is történt. Jó, egy kis közvetítést, mint ha belecsempésztek volna. Mindegy, lényeg az, hogy nem egészen úgy alakult a dolog, ahogy sokan szerették volna itt a EU-n belül, főleg a vezetők szerették volna. Na szóval, ugye, de ez csak egy dolog, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy volt egy világunk, ez a világ, ez a legjobban akkor működött, mikor olyan 70-es, 80-as évek voltak. Tehát az azt jelenti, hogy nem csak itt Magyarországon, hanem Európában, Észak-Amerikában, bár Észak-Amerikában lehet, hogy nem, mert még akkor ilyen 70-es években még folytak háborúk, például a vietnámi háború még ugye akkor fejeződött be valamikor. De itt Európában ugye a legjobb időszak az a 70-es, 80-as évek voltak. Már lehet, hogy mondom az USA-ban is, vagy Észak-Amerikában is. És ez mit értünk azon, hogy akkor érték el a... Tehát ugye mit jelent az, hogy életszínvonal? Hogy mennyi a bevételed, és mennyi a kiadásod, és mennyi marad. Oké? A többi, amit erről beszélnek, az smafu, az népámítás, jó? Tehát itt egy a lényeg, mennyi egy család jövedelme, mennyi a kiadása, és mennyi marad. És ha ezt megnézzük, a 70-es, 80-as években maradt a legtöbb pénz a családoknál. A többi, ha bárki mást mond, az hazudik, jó, ha tudod. Jó? Főleg, ha fiatal vagy, mert a fiataloknak elhitették, hogy a régi világ az rosszabb volt. Oké? És ők most a legjobb világban élnek. Hát nem egészen, mert kiderült az elmúlt 4 évben, hogy nem a legjobb világban élnek, mindegy, de ez a lényeg, hogy a 70-es, 80-as években Európában és Észak-Amerikában akkor maradt a legtöbb pénz a családoknál. Oké? Az országok közel nem voltak úgy eladósodva, az emberek közel nem voltak úgy eladósodva, mint azóta. Oké? Tehát ezért mondhatnak itt GDP-t, meg mindenféle adatot, érted? Az a lényeg, hogy a családoknak mennyi volt a bevétele, mennyi volt a kiadása, és mennyi maradt, a többi az népámítás. Világos az? Oké? És mondom, a legtöbb pénz az a 70-es, 80-as években maradt a családoknál. Oké? És azóta egyre kevesebb és kevesebb az, ami marad a családoknál. Tehát olyat vegyetek figyelembe, hogyha valaki többet költ, mint amennyi bevétele van, de azt gondolják egyesek, hogy a bevételbe számít a hitel. Ha könyvelési tételként nézi meg valaki, a hitelt nem oda kell könyvelni egy vállalkozásban, oké? Ahova mondjuk a vállalkozói bevételt. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ha
valaki egy kicsit ért a könyveléshez, akkor tudja, hogy a, gyakorlatilag a hitel az, az nem egy bevétel, érted? Tehát az nem egy bevétel, mert az kötelezettségekkel jár, jövőben is kötelezettségekkel jár, ezért ugye a kötelezettségek közé kell könyvelni. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberekkel elhitették, hogy a hitel az egy bevétel, érted? Miért? Mert abból vehetnek ezt, azt, amazt, de azt akkor is vissza kell fizetni, ha nem is azonnal, ráadásul kamatos kamattal kell visszafizetni, tehát jóval többet kell visszafizetni, mint amit felvettek. Szóval az emberek nincsenek tisztában ezekkel a dolgokkal, hogy mondom, ha megnézzük ugye az elmúlt akár egy évezredet, a legmagasabb életszínvonalat, a nyugat, beleértve minket is, a 70-es, 80-as években értük el a legmagasabb életszínvonalat. Tehát akkor maradt a családoknál a legtöbb pénz, akkor épült például a legtöbb ház a 70-es, 80-as években. Soha se előtte, se azóta nem épül magánerőből annyi ház, mint akkor. Tehát én nem a lakásokról beszélek, amit az állam épített, hanem a magán lakásokról beszélek. Tehát ha körülnézel az országban, a lakások nagy része, nem a lakások, a házak, a családi házak nagy része, az a 70-es, 80-as években épült. Oké? Tehát vannak tipikus 70-es évek beli házak, ezek a kocka, tudod, ez a... És vannak a 80-as években épült házak, amikor már a kockára raknak egy tetőteret is. Oké? És onnan tudod, hogy mikor épült, mert simán látni, és a legtöbb családi ház jelenleg az a 70-es, 80-as években épült. Na most akkor, és nem hitelből építették, ezt azért hozzátenném, jó? Hanem a saját erőből, tehát a legtöbb megtakarításuk, amiből az ember valamit kezdhetett, akkor volt. Tehát lényeg az, hogy nem az az életszínvonal, hogy mennyit költenek az emberek. Mert most arányaiban sokkal, de sokkal többet költenek az emberek, mint valaha. Soha a társadalomban élők nem költöttek ennyit, mint manapság. Sőt, sokan többet költenek, mint a bevételük, mert hitelből finanszírozzák a költekezéseiket. Tehát nem az határozza meg az életszínvonalat, hogy mennyit költenek az emberek, hanem az, hogy mennyi marad. Világos ez? Tehát azt gondolják emberek, hogy az egy jó életszínvonal, hogyha mondjuk minél többet költünk. Érted? Mert az határozza meg, úgy gondolják, az életszínvonalat. Nem. Az, hogy mennyi marad havonta. Világos ez? Tehát mennyit tudsz félrerakni? Ez a kérdés. Mindig ez volt a kérdés. És az emberek rosszul látják ezt az egész pénzügyi dolgokat. Ugyanez egy vállalkozás. Tehát, hogyha valakinek volt már vállalkozása, akkor tudja jól, hogy egy vállalkozás akkor prosperál jól, hogyha mindig van a bevétel és a kiadás között különbség. Oké? Tehát mindig van maradék, mindig van, ezt úgy hívják a vállalkozásokban, hogy nyereség. Tehát akkor nyereséges egy vállalkozás, nem akkor, ha sokat költ, hanem akkor, ha sok marad. Tehát bevétel és költség, tehát kiadások közti különbség, és az azt jelenti, hogy a bevételnek mindig többnek kell lenni egy vállalkozásban, mint a kiadásnak. Világos? És ugyanígy kellene működnie egy családnak is.
Tehát egy családnak úgy kellene működnie, hogy anyagilag nyereségesnek kellene lenni. A nyereségesség egy családnál azt jelenti, hogy mindig marad a bevételből. Tehát a kiadás az mindig kevesebb, mint a bevétel. Ha egy hónapban több a kiadás, mint a bevétel, akkor az a hónap az veszteséges a család számára. Ugyanígy egy vállalkozásnál is, tehát nincs különbség egy vállalkozás működése anyagi szempontból és egy család működése között, csak azt gondolják az emberek, hogy van különbség. És ezért ugye azok az emberek, akik megszokják, hogy sokat költenek és nem marad nekik havonta, tehát gyakorlatilag egyik hónapról a másikra élnek, magyarul minden bevételüket elköltik, sok ilyen család van, rengeteg a világban, főleg itt nyugaton, mi ugye a nyugati világhoz tartozunk már, és ez tudod mit jelent? Ha valaki így élte az életét, mondjuk családi életét, akkor gondold végig, hogy akarna ő vállalkozni. Hát a vállalkozásban is ugyanezt csinálná, hogy elkölteni a bevételeit. Érted? Tehát gondoljátok végig egy embernek anyagi szempontból, tehát minden dolognak a világban fejlődnie kellene. Tehát minden dolognak. Tehát amiben értelem van, amiben értelmet bele lehet rakni, annak fejlődnie kellene. Oké? Tehát minden olyan dolognak, amiben értelem van, vagy értelmet lehet belerakni, annak fejlődnie kellene. Ez a fejlődés nyilván nem ilyen, hanem ez a fejlődés, ez ilyen. Tehát egyszer jobban fejlődik, egyszer lassabban, egyszer lehet egy kis visszaesés is. Az a lényeg, hogy az irány az felfele mutasson. Ezt úgy mondják másként, hogy trend felfele mutasson. Na most, tehát a bevételbe értelem van mindenki számára. A kiadásokban szintén értelem van. Hát gondold végig, egy állatnak mennyi kiadása van. Vagy egy növénynek. Semmi. Tehát csak azoknak van kiadása, akiknek van értelmük. Világos ez? Na most, tehát belerakják az emberek az értelmüket a bevételbe és a kiadásba, tehát amiben értelem van, növekedni kell, és annak van egy maradvány összege, van egy nyeresége. Tehát a bevétel ugye több, mint a kiadás. A fejlődést az jelenti, hogyha az ember a különbséget, a nyereséget, annak egy bizonyos részét felhasználja látható fejlődés érdekében. Érted? Nem az egészet. Tehát a növekedés azt jelenti, hogy van tehát a családoknál tartalék, és a tartalék egy részét időnként fel tudják használni. Mondok példát. Ha van egy lakásod, vagy egy házad, ha nincs tartalékod, és mondjuk újítani kell rajta, hogy csinálod meg? Az se jó, hogy csak annyi tartalékod van, hogy fogod és felhasználod az egész tartalékod mondjuk a lakás vagy a ház felújítására. Érted? Tehát annyi tartaléknak kell lennie az embernek, ugyanígy működik egy vállalkozás. A vállalkozásban annyi tartaléknak kell lenni, hogyha a tartalékhoz hozzá kell nyúlni, még maradjon bőven tartalék. Világos ez? Ugyanígy kellene működni a családoknak, hogy van tartalék, és ha hozzá kell nyúlni a tartalékhoz, akkor maradjon még bőven tartalék. Akkor, tehát az egy növekedés, hogy például mondjuk ketten létrehoznak egy családot, utána lesz egy harmadik,
személy abban a családban lesz egy gyerek, és mit tudom, lehet, hogy már kettőre elég volt az a lakás, vagy az a ház, háromra már bővíteni kell, tehát három fő esetén. És az egy fejlődés, az egy növekedés, hogy növelik arányosan a család létszámához a tulajdont. Világos ez? Tehát növekedés, hogyha a tartalékból az ember tud képezni növekedést elősegítő, fejlődést elősegítő dolgot, vagy éppen az állagmegóvást. Oké? Mert például ez egy állagmegóvás, hogyha mondjuk kifestesz, nem? Vagy kitatarozod a házad, vagy lecseréled a bizonyos dolgokat a házban, nem? Az egy állagmegóvás. Tehát például mondjuk, hogyha ugye egy családnak vannak rendes költségei, meg lehet nézni. Tehát amit minden nap, vagy minden hónapban ki kell fizetni. Azok a költségek, és vannak az extra kiadások, na azokat kellene a tartalékokból finanszírozni, úgy, hogy a tartalék ne érezze meg. Világos ez? Tehát, hogyha mit tudom én, mondjuk tönkre megy az ágy, és venni kell egy ágyat, mondjuk 150 ezer forintért, csak most mondtam egy összeget, hát hogyha az elviszi a tartalék nagy részét, akkor az baj. Mert a következő hónapban mondjuk tönkre megy a frigider, akkor nem tudsz venni egy frigidert. Érted? De az emberek mit csinálnak? Az emberek azt csinálják, hogy nem veszik ezt figyelembe, nem gondolkodnak vállalkozói szemlélettel, nem képeznek nyereséget, amit a családoknál tartaléknak nevezünk, nem képeznek, hanem máról hónapra élnek. Az azt jelenti, hogy mit tudom én mondjuk, hogyha bejön a bevétel, elköltik, mert valahogy égeti a kezüket a pénz, ahogy szokták ezt mondani, tehát azt el kell költeni, tehát egyszerűen nem tudják elviselni, hogy csak úgy ott van. Látom, ismerős a dolog, vagy már hallottatok ilyenről. És utána van egy kiadás, akkor nem tudják azonnal megoldani azt a kiadást, hanem akkor elkezdenek spórolni, jó, akkor most vonjunk meg magunktól ezt, vagy azt, vagy amazt, amit egyébként nem szoktunk megvonni, ugye, vagy nem szoktak megvonni, inkább úgy mondanám, és akkor mit tudom, pár hónap alatt összejön mondjuk annak a leszakadt ágynak a költsége, addig alszanak a leszakadt ágyon, és akkor kicserélni, és minden így megy tovább, érted? Tehát a vállalkozói szemlélet azt jelenti, hogy, és a vállalkozói gondolkodás azt jelenti, hogy csak arra költ az ember, amire muszáj költeni. Tehát éppen beszélgettünk erről valakiről, hogy mit tudom én, a médiában megjelent az, hogy az embereknek már valakinek kenyére sincs pénze. Erre jött a médiából a másik, hogy fénykép, hogy mennyien mennek Balatonra mondjuk péntek este. Érted? Most akkor miről szól a történet? Nem volt kenyér a képen. Ja. Tehát akkor van, egyeseknek van olyan, hogy lehet, hogy nincs pénzük a kenyére. De a nagy része az meg megy Balatonra, érted? És költekezik. Kenyérén megy a Balatonra, jó messzire, persze. Így van. Így van. Mikor egy lángos 2800 forint a Balatonnál, érted? Szóval lényeg az, hogy az emberek nem gondolkodnak. Tehát nem gondolkodnak a nagy része. Erre volt egy anyósomnak egy mondása az egyik rokonunkkal kapcsolatban, hogyha bármennyi pénzük lenne,
akkor is elköltenék. Akkor is elköltenék. És ha megnézed, én állítom, hogy jelenleg 10-ből 6-7 család ilyen. Ha 10-ből 6-7 család ilyen. Hogy bármennyi pénzük lenne, akkor is elköltenék. 6-7 család. Tehát 10-ből 6-7 család. Hát 6 vagy 7 család biztos, hogy elköltenék. Bármennyi pénzük lenne. Na most, ugye egy olyan világban, ahol minden stabil és minden biztos, még el is fogadható lenne ez a fajta gondolkodás valamilyen szinten. De egy olyan világban, amikor semmi nem biztos. Érted? Figyeld, még az se biztos, hogy mit tudom én, mondjuk 2 hét múlva fölébredsz. Miért? Mert lehet, hogy beledobnak egy atombombát, az kész, campo basso. Érted? Most ez, ennek a eshetősége is benne van. Érted? Tehát simán, simán. Tehát most ugye volt hidegháború. Azt mondták, soha nem voltunk ilyen közel egy világháborúhoz a második világháború óta, mint most. Tehát soha nem voltunk ilyen közel egy következő világháborúhoz. Tehát mindig itt fűtötték az embereket a világháborúval, de ennyire közeli még soha nem volt ez a kérdés. Na most, és jó, és csak egy a legszélsőségesebb esetet mondtam. De gondold végig, hogy vajon az elmúlt 5 évben, 5 évet nézünk, stabilizálódott-e az emberek élete? Tehát például jobban érzik-e magukat az embereket, emberek a bőrükben? Anyagilag jobban vannak? Árak kevesebbek? Tehát a pénzünk értéke, vásárló értéke nőtt, de nem csak itt, máshol sem, jó? Tehát máshol sem. Most egy olyan világban, ahol ilyen instabilitás beindult, az embereknek talán az a legfontosabb dolguk, hogy pénzt költsenek. Érted? Na, az a legfontosabb dolguk, ha megnézed. A többségnek az a legfontosabb dolga, hogy költse a pénzt. De semmi gond nincs azokkal, akik megtehetik, költsék, érted? De ott is van egy kis prücök. Világéletemben ugye azt gondoltam, hogy mit tudom én, mondjuk valakinek van annyi vagyona, érted, hogy már az 5. vagy a 6. vagy a 10. mit tudom én, 100 milliós autót veszi, akkor már nem tudom hanyadik ingatlan van, és ezt azt csinál velem, hasznot termel, mindegy, az autó az nem termel hasznot, szóval, ha csak nem adja ki bérbe. Szóval, hogy gondold végig, a föld lakosságának a nagyobb része éhezik, ők meg azzal foglalkoznak, érted, hogy minél több pénzt kiszórjanak, érted? Tehát úgy kiszórjanak, hogy elköltsenek. Tehát mit tudom én, Marian szereti nézni a feleségem az ilyen házak építését. És például most egy olyan példa volt, hogy egy kis telket, érted, olyan lehetett, vagy 104 szögöl, nem több. A Temze partján, érted, a holtág, tehát az ártérben, közvetlen a Temze partján, ártérben 350 ezer fontért vette meg. Számolt ki mennyi?
több mint 400 forint, olyan 450 vagy 460 a font. És ott épített egy olyan házat, ami, tehát lényeg az, hogy 1,2 millió fontjába lett úgy az egész építkezés, telekvásárlás. Érted? 157 millió csak a telek. Csak a telek 157 millió, így van. És tehát mondom, egy 100 négyszögöl az 313 négyzetméter vagy mennyi. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, és nem egy óriási házat épített végül is, de ennyibe került. Na most közben meg a bolygó, csak egy példa volt, érted? De az előbb már mondtam más példákat is. Közben a bolygó lakosságának a több mint fele éhezik, érted? És akkor ők még nem is költenek annyit, mint a milliárdosok. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol, ez a minta, hogy tévében mutatják, hogy milyen szuper, érted? Mit tudom én, csodálatos házak, óriási házak, érted? Mit tudom én, több száz négyzetméter, és akkor laknak benne ketten vagy hárman. Érted? És milliókat nem forintba, hanem dollárba ráköltenek, vagy százezreket dollárba ráköltenek, érted? És, közben egy olyan világban élünk, ahol az emberek nagy része egyre rosszabb és rosszabb körülmények között él, még akkor is, ha erről nem vesz tudomást. Tehát megpróbál mondjuk ugyanazon a szinten élni. Hát gondoljátok végig, hát jó példa volt, hogy a Covid időszak alatt az emberek nem mentek sehova, és akkor ugye megszűnt a Covid, és akkor mindenki elkezdett menni, mint ma mérgezett egerek. Érted? Szó szerint. Hát azt el kellett költeni, azt, amit spóroltak. Hát persze, hát nyilvánvaló. Amit így megspóroltak, meg kisebb lett a költség, azt el kellett valahova költeni. Na most mondom, semmi gond nem lenne, ha nem egy olyan világ felé mennénk, ahol egyre nehezebb helyzetet alakítanak ki az emberek részére. Tehát ugye jó ebben az emberek is ludasok abból a szempontból, hogy nem tudnak, tehát kinevelték a gondolkodást az emberekből, és ezért nem tudnak ugye önállóan talpon maradni. Tehát szó szerint. Tehát nem tudnak önállóan talpon maradni, mert kinevelték a gondolkodást az emberekből. És ugye ebben a részében az emberek ludasak, de az is egy szisztematikus dolog, hogy az emberek életszínvonala, a tömegek életszínvonala az csökkenjen. Ugye az egy terv, hogy szűnjön meg a középréteg. Tehát legyen egy szűk gazdag réteg, és legyen ugye egy nagy, hatalmas tömegű szegény réteg. És az, hogy elérjék, hogy a középréteg megszűnjön, hát azt mondom, hogy pár év. Pár év. És el fogják érni. Tehát pár éven belül. De azért tudják elérni, mert kinevelték az iskola rendszerrel, és a szülők hanyag gyereknevelésével kinevelték a tudatosságot az emberekből. Mit jelent az, hogy a szülők hanyag gyereknevelése? Az annyit jelent, hogy a szülő nem foglalkozik a gyerekkel. Érted? Tehát mit jelent a nem foglalkozás? Nem játszik vele, nem tanítja, stb. Stb. A gyerek úgy el van a szülő mellett, és mondjuk az idősebb testvér tanítja, stb. Stb. Mire? Hát jóra nem. Tehát jóra biztos, hogy nem. Oké? A gyerek a gyereket, ez olyan, mint a vak vezet világtalan, tudod? Szó szerint. Tehát, ha megnézed most a gyerekeket, tehát milyen gyerekeket mondjuk a 10,
20 év közöttieket, vagy akár idősebbeket is nézhet, akár 30, hogy nem tudnak boldogulni ebbe a világba, érted? Nem tudnak boldogulni. Tehát nem tudnak mit kezdeni ezzel a világgal. De mit tudom én, ez nem a gyerekek hibája, ez a szülők hibája. Tehát ugye szépen elérték azt, hogy ne legyenek három generációs családok. Oké? Ezt tipikusan el lehetett azzal érni, hogy minél később megy férhez egy nő, annál jobban nem tud alkalmazkodni. Tehát ugye nem tudom, tudjátok, erre van egy szabály, hogy egy hölgy 25 éves vagy 21 éves koráig tökéletesen képes az alkalmazkodásra. 21 éves koráig. 21 és 28 között szépen kifejlődik az alkalmazkodó képesség elvesztése, és 28 éves kortól gyakorlatilag nem akar alkalmazkodni. Érted? Ő nem akar. Ő a saját útját akarja járni, ő nem akar alkalmazkodni. Az azt jelenti, hogy nyilván 21-től ez szépen kifejlődik fokozatosan, minél közelebb van a 28-hoz, nyilván annál inkább van ez. Ezért ugye régen ezzel nem volt gond, mert 21 éves korig a hölgyek férhez mentek, szó szerint ritka volt már, egy 24 éves nő az már 24 éves korában ment férhez, az már vénlány volt, szó szerint. És 21 éves előtt már férhez mentek, megtörtént az alkalmazkodás, és utána nem volt gond, érted? Tehát nem tudott kifejlődni az ego a hölgyeknél. Tehát az ego kifejlődése az gyakorlatilag a hölgyeknél 21 és 28 év között történik. És 28 éves korra úgy kifejlődik az ego, hogy elvárja, hogy a férfi alkalmazkodjon hozzá, úgyhogy a férfinek az egója születésénél fogva ott van. Érted? Hát a férfinak ott van születésénél fogva az egója. Tehát a nők meg egó nélkül születnek. Ezt csak úgy mondanám. No szóval, lényeg az, hogy ezt szépen elérték a hölgyeknél, és elérték azt, hogy ne tudjanak alkalmazkodni az anyóshoz, még véletlenül se, elérték azt, hogy ezáltal ne legyen három generációs család. A három generációs családok megszűnésével már a nagymamák nem nevelik a gyerekeket. Oké? Tehát nem az a nevelés, hogy mondjuk, tehát az elvált családoknál is meg szokták tőlem kérdezni, főleg a férfiak, hogy nálam van pár napot a gyerek, mit csináljak vele? Mondom, ne neveld, felejtsd el. Mivel nem nálad van a gyerek, ne neveld a gyereket, neked barátkoznod kell a saját gyerekeddel. Ha megpróbálod nevelni abban a pár napban, csak elvadítod a saját gyerekedet. Annak a felelőssége a nevelés, akinél van a gyerek. Oké? Tehát ezáltal, ha a nagyszülőnél ott van egy pár napot, ugyanez a helyzet. A nagyszülőnek nem az a feladata, hogy nevelje, de a nagyszülővel egy háztartásban, és egy udvaron laktak a három generációs családban az emberek, ott nyilván nyugodtan benne volt a nagyszülő nevelése. Oké? Sőt, a nagyszülő nevelte elsősorban, mert a felnőttek, ugye a nem felnőttek, a szülők azok dolgoztak. Tehát ezt szépen szétverték, ezáltal ugye a szülőknek nincs idejük, meg kedvük se a gyerekkel foglalkozni, mert ugye létrehoztak egy fogyasztói társadalmat, ahol a cicoma többet jelent, mint a gyerek sok nő esetében. Oké? És ez van. És az lett, érted, hogy gyakorlatilag a gyerekekkel nincs foglalkozva, nincsenek munkára nevelve, nem hagyják, hogy ugye a szülőnek besegítsen, utána nem hagyják azt, hogy, illetve nem veszik rá a gyereket, hogy segítsen, mert ugye
Hát ha valaki nem hagy meg, hogy segítsen, utána nem veszik rá, hogy, hogy segítsen, akkor utána felnőttként már ez nehéz arra, hogy munkára neveljék a gyereket, és akkor szépen gyakorlatilag a fiatalok el vannak szúrva. El vannak szúrva. És ez általános, egy olyan társadalomban élünk, érted, ahol, ahol ugye az lenne, hogy a fiatalok tartják el az időseket, mindig így volt. Tehát mindig így volt. A fiatal dolgozó emberek tartották el mindig a nem dolgozókat, akik már nem tudnak annyit dolgozni, vagy, vagy csak immelámmal tudnak dolgozni. Mióta a világ ez így működött. De nem az idegenek tartották el, hanem a gyerekek tartották el a szüleiket vagy nagyszüleiket. Világos ez? Tehát nem az idegenek. Te most gondold végig, most fizetsz társadalombiztosítást, illetve adót, befizetsz, és azt felosztják emberek között. Azért jobb lenne, hogyha azt a pénzt nem emberek közt osztanák föl, hanem abból a te hozzátartozóidat finanszíroznák, nem? Nem jobb lenne? Egy kicsit. És kicsit humánosabb is lenne. De ez már nem így van, ez el van szúrva, ez a felosztó kirovó rendszer által, de lényeg az, hogy tehát egy olyan világban vagyunk, ahol amit direkt elszúrtak, érted? Tehát nem az emberek szúrták el, hanem elérték, hogy az emberek oda jussanak, hogy ők a saját életüket is elszúrják. Szó szerint. Hát szó szerint. És ezáltal, hát gondold végig, mitől lesz jobb jövő. Tehát ez, ezt 30 évvel hallottam először, 33 évvel ezelőtt hallottam először, hogy ez úgy működik, hogy ha az egyik társadalom ugye kezd el csesződni, akkor a következő még rosszabb lesz, a következő még rosszabb lesz, a következő még rosszabb lesz. Érted? Hát a generációk persze. Tehát azért mondtam társadalmat, mert ugye a jelen társadalomra van szó mindig. Tehát egy, a jelen társadalma rosszabb, akkor a következő még rosszabb lesz. És akkor ez így, így alakul. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberek várják a csodát, hogy lenne csoda? Tehát az emberek hagyják azt, hogy elvegyék szépen fokozatosan úgy, hogy észre se veszik a tudatosságukat, na ez az emberek felelőssége. És nem gondoskodnak arról, hogy visszaszerezzék a tudatosságukat, vagy ne hagyják elveszni a tudatosságukat, elvenni a tudatosságukat. Akkor az lesz belőle, hogy egyre rosszabb és rosszabb életük lesz az embereknek. Tehát egy olyan világban élünk, ahol egyre gépesített minden, tehát az élőerőre egyre kevesebb szükség van. Ugye jön a mesterséges intelligencia, akkor már a gondolkodásra lesz, arra sem lesz szükség. Tehát mit tudom én mondjuk, csak most mondok példát, hogy tanult valaki, mit tudom én, grafikusnak nem kell majd grafikus, mert a mesterséges intelligencia megoldja ezt a kérdést, érted? Csak most mondtam példát. Tehát egy csomó szakmára gyakorlatilag nem lesz szükség. Tehát nem lesz szükség. És ugye itt, itt az lesz, hogy mit kezd az ember majd magával. Mert ha valakinek megmaradt a gondolkodása, megmaradt a tudatossága, úgy is lehetne mondani régi szólás szerint, hogy ha megmaradt a józan paraszti esze, akkor mindig feltalálja magát, érted? Tehát bármilyen helyzet van, feltalálja magát. De a legtöbb ember nem így működik már, hogy bármilyen helyzet van, feltalálja magát. Hát régen a vidéken élő emberek bármi volt, feltalálták magukat. Lehetett asszály, lehetett muszáj, lehetett bármi, akkor is feltalálták magukat, érted? Most
Ez már nincs ilyen, már az emberek már nem tudják magukat, nyilván tisztelt a kivételeknek, mert van, aki ugye időben kapcsolt és nem hagyta magát, ugye, hogy elvegyék a józan eszét, és most is föltalálja magát, de az emberek többsége már nem így működik, tehát ezt át kellene látni. Tehát egy olyan világban megyünk, ahol ugye csak úgy fognak az emberek boldogulni, hogyha látják, hogy arra kell készülni, hogy rosszabb lesz, érted? Nem arra kell készülni, hogy neked rosszabb lesz, hanem arra, hogy a társadalomnak rosszabb lesz, érted? Na most, ha a társadalomnak rosszabb lesz, és neked nincs elég sütnivalód, akkor neked is rosszabb lesz. Nem tudom, elég világos-e. Tehát az egy dolog, hogy a társadalom rosszabb lesz, erre azt mondom, sajnos ez nagyon csúnya lesz, amit mondok, hogy megérdemlik. Szó szerint. Szó szerint miért hagyták, hogy elvegyék a tudatosságukat, elveszítsék az eszüket, érted? Miért hagyták? Tehát megérdemlik, hogy rosszabb lesz nekik. Tehát mindenki azt kapja ebbe az életben, amit érdemel. Tehát az emberek nem gondolkodnak, és még azon sem gondolkodnak, hogy mi a manót tegyek, hogy talpon maradjak, érted? Mi a manót tegyek? Tehát azt gondolják az emberek, hogy az a foglalkozás, amilyen neki van, azzal el fog boldogulni, majd elboldogul nyugdíjig, majd ha lesz a nyugdíj, akkor meg majd kap nyugdíjat. De miből fizetik ki a nyugdíjat? Most a világban az országok úgy boldogulnak, hogy fedezetlen pénzt bocsájtanak ki, és azzal segélyezik az embereket. Érted? Nem az országok bocsátják ki, hanem bizonyos bankok bocsátják ki ezt a fedezetlen pénzt, ami mögött nincs fedezet. Hát ugye ezért van az, hogy most meglódult az infláció, tehát ott, ahol meglódul az infláció, ott jó, ha tudod, hogy fedezetlen pénz nagy tömegben lett kibocsátva. Minél jobban, minél magasabb az infláció, annál nagyobb mértékű fedezetlen pénz lett kibocsátva. Oké, ebben EU-ban vezetők vagyunk. Itt a legmagasabb az infláció, akkor ugye mit tudsz ebből kikövetkeztetni? Hogy nálunk bocsájtottak ki a legtöbb, tehát a lakosság létszámához, életszínvonalához képest, nálunk bocsájtották ki a legtöbb fedezetlen pénzt. Ez ennyi. Oké? Tehát a fedezetlen pénz, az, ugye a pénz mögött mi van? A pénz mögött eredmény van. Tehát mi az eredmény? Gazdasági eredmény. Most, hogy az olajból mérik, például a dollárnál, vagy bármi mással, nemzeti termékekkel mérik, az most ebből a szempontból mindegy. Tehát ugye már régóta maguk az eredmények, tehát a termékek vannak a pénz mögött. És akkor az van, hogy egy országnak van egy termék előállítási mennyisége, érted? Aminek van egy értéke, és az a fedezete gyakorlatilag a pénznek. Világos ez? És ha ehhez képest többet bocsájtanak ki, akkor lehetne azt csinálni, akkor lehetne többet kibocsájtani, ha megnőtt a gazdaságnak az eredménye, érted? Az országban, akkor lehet több pénzt kibocsájtani, mert a fedezete ugye a gazdasági eredmények. Ha nincs ilyen, hogy több az gazdasági eredmény, akkor az azt jelenti, hogy fedezetlen pénzt bocsájtanak ki, és az infláció gerjesztő. Világos ez? Mert amögött nincs fedezet. Világos? És ez annyit jelent, hogy így működünk, most az egész Európa, meg az egész Nyugat így működik, hogy fedezetlen pénzek tömkelegét bocsátják ki. Csak ezzel egy gond van, hogy ezt a fedezetlen pénzt is veszik az országok. Érted? És nem azért veszik,
amennyire előállítják, mert annyiért vennék, amennyire előállítják, akkor az úgy rendben lenne, érted? Hanem névértéken veszik, tehát az országok a fedezetlen pénzt névértéken veszik magánbanktól vagy bankoktól, érted? Nem semmi, nem? Most az, hogy a mit tudom én, Fednek hívják, vagy Világbanknak, vagy milyen banknak, itt Európában is most nem jut eszembe milyen bank ez, amelyik ugye kibocsátja az országoknak a eurót, vagy a, éppen a forintot, vagy éppen a, mit tudom én, mondjuk a cseheknél a koronát, vagy a lengyeleknél a zlotyit, érted, vagy a románoknál a lejt, egy sem maga nyomtatja, hanem úgy veszik a saját valutájukat, képzeld el, és névértéken veszik, oké? Ha nincs pénze, akkor hitelre vette, és akkor részletekben kamattal törleszti az ország, oké? Tehát részletekben kamattal meghatározott mértékben törleszti, ez így működik, és fedezetlen, mert ahhoz, hogy ne fedezetlen legyen, gazdaság, növekedett gazdasági eredménynek kellene lenni. Világos ez? Tehát az emberek nem látják át, hogy nagyon nagy gubanc van. Tehát ugye az imént említettem, hogy a 70-es, 80-as években volt a legjobb a helyzet, akkor az országoknak közel nem volt ilyen adósságállománya, mint ami most van. A Covid óta ugrásszerűen nőttek meg az országok adósságállományai, oké? Tehát ami azt jelenti, hogy körülbelül duplájára ugrottak a Covid óta, tehát 2020 éveleje óta megduplázottak az adósságállományok, az országok adósságállománya, oké? Na most úgy átlagosan, tehát és az azt jelenti, hogy gondold végig, az országoknak ezt az adósságot vissza kell fizetni, miből fizetik vissza? Ugye a nemzeti jövedelemből, tehát az emberek termeléséből, eredményeiből, jövedelméből fizetik vissza, de nem az állami alkalmazottak jövedelméből, mert az állami alkalmazott az nem termel, oké? Hanem akik ténylegesen eredményeket hoznak létre, és ugye az mit jelent? Az azt jelenti, hogy több elvonást kell létrehozni, hogy a több kifizetést, a több hitelt lehessen finanszírozni, oké? Ezáltal megnézed az egész EU-n belül az országokban szépen srófolják föl az adókat, ilyen-olyan plusz dolgokat tesznek rá, hát az üzemanyagon is óriási adók vannak, csak úgy mondanám, oké? Tehát vannak olyan országok a Földön, ahol egy liter üzemanyag 5 forint, oké? Most is. Nem Venezuela, itt nem beszél tőlünk. Nem az arabok. Nem, nem. Tessék? Minden, annyiért tankolsz. 5 forintért. Itt Oroszország alatt volt orosz tagállam. Már nem tudom melyik. De az a környék, igen. Az a környék. 5 forintért. Érted? Tehát az olaj közel nem annyi, vagyis az üzemanyag közel nem annyiba kerül, mint amennyiért itt 600 forintért vagy 550 forintért, érted, megveszik az európai államok, adják, érted, nálunk 600 van, ahol mit tudom 550, érted, közel nem annyi. Hát most gondold végig, akkor azon mekkora haszna van a, elsősorban az államnak. Jó, tehát ha ez is egy adó, érted? Az is egy adó.
Szóval az emberek ezt nem veszik figyelembe, hogy egy ilyen világban élünk, ahol ugye sokkal nehezebb világban éltek a múltban az emberek, nem a 70-es, 80-as évekről beszélek, hanem odáig. Nehezebb volt a 60-as évek, nehezebb volt az 50-es évek, nem csak itt, máshol is. A 40-es évek még nehezebb volt, hiszen akkor volt a világháború. Érted? 30-as évek is nehezebbek voltak. És mehetünk visszafelé a történelembe, mondhatjuk azt, hogy csupa olyan évtized volt, ami nehezebb, mint a mostani. Érted? De az emberek mégis tudtak boldogulni. Miért? Mert az eszük megvolt. A tudatosságuk nem volt elvéve, és saját lábukon álltak. Érted? Tehát mit jelent a saját lábon állás? A saját lábon állás azt jelenti, hogy úgy kell saját lábon állni, hogy ne húzzák ki a talajt a lábad alól. Érted? Egy alkalmazottnak bármikor kihúzhatják a talajt a lába alól. Gondold végig. Egy vállalkozónál is, ha olyan területtel foglalkozik, bármikor kihúzhatják a talajt a lába alól. Éppen beszélgettem nemrég valakivel, hogy dolgozott egy területen, és az állambácsi abba a területbe beleavatkozott, úgyhogy elkezdte szabályozni, és onnantól kezdve a kis vállalkozók azon a területen mind tönkrementek. Oké? Mind tönkrementek. Tehát mindegytől egyik. És csak a nagyok maradtak meg. Ha megfigyeled, egy csomó olyan törekvés van, hogy a kicsik tönkre menjenek. Például most ezzel a kötelező kötelező árcsökkentés, hogy hívják, akció, a kötelező akciókkal, ezzel nem a nagyokat fogják tönkretenni, hanem a kicsiket. Érted? Tehát az állam fogja és beavatkozik ugye azért, hogy a kicsik tönkre menjenek, biztos a nagyoktól kapnak a döntéshozók valami. Ezért nem kell attól tartani, hogy igen, azért nem kell tartani attól, hogy a pénzt azt gyorsan meg fogják szüntetni, mert akkor hogy fognak kapni csúszópénzt? Gondoljátok végig. Hát ugye ott van a legtöbb csúszópénz, ugye minél magasabb szinten van valaki, minél magasabb beosztásban van, annál nagyobb csúszópénzek vannak. Ma egész Európában így működik, de szerintem Észak-Amerikában is így működik. És hát gondold végig, ha a pénzt megszüntetnék, és minden csak bankszámlán keresztül működhetne, és olyan, hogy készpénzforgalom nulla, akkor hogy lehetne csúszópénzt kifizetni? Hogy ne lássák. Szóval lényeg az, hogy tehát ami számítógépen van, az ha kriptó, ha kutyafüle, előbb-utóbb meg lehet hackelni. Oké? Ennyi. Tehát, és az azt jelenti, hogy meghackelik, és az adatokat le lehet szedni belőle, és utána lehet nézni. Oké? Mit tudom én, valaki egy kamera nélküli sikátorban valakinek csúsztat csúszópénzt, úgyhogy ott senki nincs, akkor utána bizonyítsák be, hogy ő csúszópénzt kapott. Senki. Azt meghekkelni nem lehet. Érted? Ja. Tehát a fizikai dolgokat azt nem lehet meghekkelni, csak az ilyen virtuális dolgokat lehet meghekkelni. Szóval, gondoljátok végig, hogy ebben a világban ugye nagyon fontos, hogy az ember talpon maradjon. Tehát talpon maradjon. És az embernek használnia kell az eszét, vagy kellene. De hát hogyan, miként, mikor, ugye az embernek vagy már elvették, vagy folyamatosan olyan médiaelemeket néz, amely nem hagyja, hogy valaki gondolkodjon. És hát mi nézzük meg, hogy mit is csinálunk, jó?
Tehát egyedülálló képzéseket tartunk, hogy fejlődhessenek az emberek egy sokkal jobb világ elérésért. Mit jelent a sokkal jobb világ? Bebizonyosodott, hogy a szocializmus az dugába dőlt dolog, nem? De az is bebizonyosodott, hogy a kapitalizmus is. Tehát egyik se jobb a másiknál. A kínaiak próbálkoznak valami egyveleggel, valami keverékkel, de az sem az egyén szolgálja. Tehát a kínaiak nagy része az nem jó módú. Még csak nem is középrétegnek minősíthető az európai mércével, hanem egyszerűen csak sokan vannak, tudod. Sokan vannak, és ezáltal ugye, mintha úgy látnánk, hogy ott sok a középréteg. Hát a fenét sok a középréteg. Ott egy szűk réteg a középréteg. Ráadásul maga a kínai minta, hát az a agyon kontrollált társadalom, érted? És a szabadság elveszítése az nem egy ideális. Tehát nézzük ezt a szabadság kérdését. Tehát nagyon érdekes ez a szabadság, mert ugye ezt már régóta jósolják, hogy az emberek a biztonságukért fel fogják adni a szabadságukat. Ezt régóta jósolják, és ez elérkezett, ez bebizonyosodott 2020-tól. Ez volt egy teszt, ez a teszt kiderítette, hogy az emberek simán feladják a biztonságukért a szabadságukat. Pedig ezt tudod, hogy működik? Egy ember annál boldogabb, minél szabadabb. És annál boldogtalanabb, minél kevésbé szabad. Ez így működik. És ez tényleg így működik, és gondold végig. Az ember akkor boldog, te is akkor vagy boldog, mikor szabadnak érzed magadat. És a szabadsághoz ugye vannak feltételek, amik kötődnek. Például a szabadsághoz kötődik az egészség. A szabadsághoz kötődik a szeretet. A szabadsághoz kötődik az elismerés. A szabadsághoz kötődik az anyagiak, az elég anyagiak. Tehát, hogyha nincs elég pénz, akkor az ember nem érzi magát szabadnak. Mert egy anyagi világban élünk még. Tehát ez azt jelenti, hogy gondold végig. Akkor voltál világéletedben boldog, amikor szabadnak érezted magadat. És ugye miért mennek az emberek szabadságra? Hát ott van benne a nyelvükben. Mert akkor szabadabbnak érzi, nem szabadnak, szabadabbnak érzi magát, és amikor szabadabbnak érzi magát, akkor boldogabbnak érzi magát. Érted? Nem azt mondom, hogy boldognak, mert nem szabad, csak szabadabb. És ezáltal csak boldogabb. Na most minél jobban elveszik az ember szabadságát, annál boldogtalanabb. Ez így van. Ez mindig is így volt. A rabszolga volt a legkevésbé szabad, és ő volt a legkevésbé boldog. Világos ez? Tehát ezt fogd már föl, értsd már meg, és meg kell értetni emberekkel, hogy a boldogság az a szabadságtól függ. És ha bárki végig gondolja, pont így működik, hogy akkor érezted magad boldogabbnak, amikor szabadabb voltál. És minél szabadabb voltál, annál boldogabbnak érezted magadat. Tehát például egy olyan gyerek, amely szabadon játszik, azt tudod, hogy fog visszaemlékezni a gyerekkorára? Hogy boldog volt a gyerekkorom. Az a gyerek, amelyik nem játszhatott szabadon, mert állandóan valamilyen kontroll alatt volt. Érted? Az vissza se szívesen emlékszik a saját gyerekkorára. Tehát
az emberek nem gondolkodnak, ezt az egyszerű dolgot is sikerült elérni az embereknél, hogy még ezt se gondolják végig, hogy akkor érzem magam boldogabbnak, ha szabadabbnak érzem magam. Érted? És a szabadság az nem relatív. Tehát az nem relatív, mert ha relatív lenne, akkor hány olyan embert ismernél, hogy nem szabad, de mégis boldog? Te ilyet nem ismersz. Nincs olyan, hogy nem szabad és boldog. Csak olyan van, hogy szabad és boldog. Érted? És minél szabadabb, annál boldogabb. De mondom, a szabadsághoz kellenek még feltételek, természetesen kell, hogy az ember egészséges legyen. Az egészséget úgy tudjuk létrehozni, hogy etikusan élünk. Minél etikusabban élsz, annál egészségesebben tudsz működni. Világos ez? Ehhez ismerni kell lenne az etika működését. Tehát benned van egy lélek. A léleknek van egy lelki ismerete. Ha a lelki ismeret azt tapasztalja, a lélek azt tapasztalja, hogy nem etikus az gazdája, akkor megbetegíti a testet, hogy ebben figyelmeztesse az egyént arra, a testet, a testét arra figyelmeztesse, hogy helytelen dolgokat művel. Oké? És ez minden embernél így van, mindenkinél. Szerencséje van, ha valaki egy helytelen cselekvés után gyorsan megbetegszik, az a jobb, és az a rosszabb, hogyha majd évek vagy évtizedek múlva. Mint megnézed például a gonosz emberek, akik sok gonoszságot követtek el, azok az életük utolsó végét szenvedik végig. Jó nagy szenvedésekkel. És fogalmuk nincs, hogy miért. És ez azért van, hogy ne is tudják kideríteni, hogy miért. Emberként ne tudják kideríteni. Majd ha fölkerülnek a fenti létformába, ott már nem lesz teste, és ezáltal már képes lesz egó nélkül gondolkodni. Hát most gondold végig, egy olyan ember, aki végig helytelen dolgokat művelt életében. És mondjuk kap egy betegséget, és neki szembesülnie kellene azzal, hogy az életedben ezért kaptad ezeket a betegségeket, vagy ezt a betegségeket. Mennyire hinnél el, mennyire fogadnál el? Semennyire. Tehát ezt a fentiek tudják, a lelke is tudja az embernek. Ezáltal ez úgy történik, hogy elköveti az ember a helytelenségeket, utána pedig majd valamikor évek vagy évtizedek múlva kapja érte a betegségeket mondjuk, és az illető képtelen lesz rájönni arra, hogy miért kapta a betegséget. De mondom, előbb-utóbb rájön, mert a létközi állapotban maga az illető az képes arra, hogy egó nélkül, tiszta tudatossággal ránézzen maga a lélek az életére, és azt mondja, hogy húha, itt is, ezt és ezt követtem el, és ezért ezt érdemeltem. Oké? Tehát ha neked vannak az életedben olyan dolgok, ami olyan jellegű probléma volt, amit kaptál az életedbe, ami valamilyen szintű fájdalmat okozott a saját életedben, most fizikai vagy lelki fájdalom, ebből a szempontból mindegy, akkor azt jó, ha tudod, hogy a helytelen cselekvésre kaptad. És a lelked hozta létre. Oké? De ezt most elfogadni egóval baromi nehéz. De ha már nem lesz egód, akkor ez baromi könnyű elfogadni. Oké? Ezért ugye már a létközi állapotban az egyén már előre mondja, hogy a következő életemben ezt, amit itt elrontottam, ki fogom javítani.
Oké? És akkor a következő életében ugyanazokat a problémákat megkapja. Vagy ugyanolyan jellegű problémákat kap meg. És vagy kiavítja, vagy nem. Vagy lesz tudása rá, vagy nem lesz tudása rá. Ezért érdemes lenne elgondolkodni, hogyha vannak olyan problémák, voltak már az életedben olyan problémák, ami fizikai vagy lelki fájdalmat okozott, akkor vajon ez miért történhetett? Jó? Nem azért, mert minden szuperul csináltál van az életedben. Oké? Nem azért. Jó, csak az emberek ezeket nem tudják, nem tudják azt, hogy mennyire fontos lenne, hogy etikusan cselekedjünk, és hogy ezáltal egészségesek tudjunk maradni. Nem tudják. Ha az ember egészséges, akkor képes arra, hogy foglalkozzon másokkal is. Mert egy beteg ember az mivel foglalkozik? Magával. Így van. Így van. De hát ott is az kezdődik a dolog, hogy valakinek van-e betegség tudata. Mert rengeteg ember úgy megy el, ugye az azt jelenti, hogy meghal, hogy nem foglalkozik a betegségével semmit. Nem vesz róla tudomást. Ő rosszul érzi magát, de nem vesz arról tudomást, hogy beteg. Nem tesz azért, hogy meggyógyuljon. A betegség tudat azt jelenti, hogy teszek azért, hogy meggyógyuljak. Ezt jelenti a betegség tudat. Érted? Mert tudom, hogy beteg vagyok. És ha nincs betegség tudat, nincs gyógyulás. Érted? Mert az illető nem tesz semmit azért, hogy meggyógyuljon. A betegség tudat kell ahhoz, hogy az ember tegyen magáért, hogy meggyógyuljon. Világos ez? Jó, tehát lényeg az, hogy az ember magával, tehát mit csinál a betegség? Elveszi az energiát. Tehát attól, hogy valakinek nincs betegség tudata, nem tesz a saját egészségéért semmit, hogy kigyógyuljon a betegségből, attól mit fog tapasztalni? Azt, hogy nincs energiája, sokkal kevesebb az energiája, mint volt az akkor, amikor egészséges volt. Nem tud úgy működni az életében, mint mikor egészséges volt. Ezt fogja tapasztalni. Na most, ezáltal, ha nincs elég energiája, nem tud másokkal foglalkozni. Miért kellene, hogy másokkal foglalkozzon az ember? Mert az önmagad szeretete az kevés. Mert az egy idő után önimádatba mehet át. Az azt jelenti, hogy ha te emberekkel foglalkozol, mert van elég energiád arra, hogy emberekkel foglalkozz, akkor szeretheted az embereket. És ha szereted az embereket, akkor szeretetet kapsz vissza. Világos ez? Ha szeretetet kapsz vissza, akkor jól fogod érezni magadat. Tehát adsz, kapsz. Tehát akkor létrejön a szeretet is. Érted? Ha emberekkel foglalkozol, akkor még van egy következő feltétel, aminek ugye teljesülni kell, hogy az ember boldogan élje az életét, az pedig, hogy képes vagy embereket elismerni, embereknek elismerést adni. Érted? Az akár lehet egy jó szó, egy dicséret, vagy akár annál több. De elismerést, nem jutalmat, elismerést. És ha te embereknek elismerést adsz, aminek az alapja ott kezdődik, hogy szeretet. Oké? Ha elismerést adsz, akkor elismerést fogsz visszakapni. Világos ez? És akkor ez is rendben lesz az életedben, hogy ugye egészséges leszel, mert etikusan cselekszel, tudsz emberekkel foglalkozni, ezáltal tudsz nekik szeretetet adni, kapsz szeretetet, és tudsz nekik elismerést adni, és kapsz elismerést. És ha emberekkel foglalkozol, akkor az anyagi biztonság, az anyagi függetlenség, ugye a függetlenség az magasabb szint, mint a biztonság,
úgy érhető el, hogyha rendben vagy az emberekkel. Miért? Mert az emberek jó része, az emberek 80%-a az etikus beállítottságú. Az etikus beállítottságú ember olyan, hogy ha kap, viszonoz. Oké? Tehát, hogyha kap, hasznos dolgot kap, akkor hasznos dolgot viszonoz. Ezt úgy hívják, hogy csere. Tehát az etikus embernek rendben van a cseréje. És ez azt jelenti, hogy így tud létrejönni, hogy úgy tud az ember az életében boldogulni, hogy nem kell lopni, csalni, hazudni. Érted? És ha az ember lop, csal, hazudik, akkor ne csodálkozzon, hogy nem érzi magát szabadnak. Mert a lelkiismerete nem engedi, hogy szabad legyen. Érted? Még akkor sem engedi, hogyha megpróbálja elfojtani a lelkiismeretét. Tehát ha egy ember az imént említett folyamaton végigmegy, hogy etikusan cselekszik, egészséges, szeretetet hoz létre, elismerést hoz létre, akkor meg tudja valósítani azt, hogy legyen csere az emberekkel szemben, tehát ő ad és kapjon, és akkor el tudja érni az anyagi függetlenséget. Oké? Tehát az anyagi függetlenség azt jelenti, hogy anyagilag az ember teljesen szabadnak érzi magát. Érted? Tehát az is fontos, hogy az anyagi szabadság meglegyen. És ha ezek megvannak, na akkor tud az ember igazán szabad lenni. Tehát ezt föl kell építeni, ezt nem fogja neked senki se átadni a világban. Ezt neked kell létrehozni. Minden embernek saját magának kell létrehozni. És egy olyan társadalmat kell létrehozni, ahol az emberek a szabadságot így hozzák létre maguknak. Világos ez? És együttműködés nélkül, az emberekkel való együttműködés nélkül hogy fogod működtetni a szeretetet? Hogy fogod működtetni az elismerést? Sehogy. És ezáltal nem elérhető a szabadság. Világos ez? De az anyagi függetlenség sem, hanem lopni, csalni, hazudni kell. És onnantól kezdve kéz beleesel egy olyan csapdába, amiből nagyon nehéz kikecmeregni. És úgyis szembesülni fogsz azzal, amit ebben az életedben teszel. Nem ebben az életedben fogsz szembesülni, hanem a két létközi állapotban. Tehát a halálod után nem sokkal. Csak úgy mondanám, jó? Tehát nem a következő leszületés előtt fogsz szembesülni, hanem a halálod után. Most egy átlag ember négy év várakozás után születnek újra az emberek. A múlt század vége felé ez még 13 év volt, most 4 év. Tehát elég hamar. De odafönn nincs év, csak földi léptékben nézett évvel számolunk. És ez rövidül, tehát egyre hamarabb születnek újra az emberek. És nagyon érdekes, mert a legtöbb ember úgy születik újra, hogy rá kell beszélni, hogy szülessen újra. Mert tök jól érzik ott az emberek létközi állapotban magukat. Illetve hát az emberi lelkek, mert nem az emberek, hanem a lelkek érzik jól magukat. Miért? Hát mert lélek állapotban nincs fájdalom. Nincs boldogtalanság, érted? Semmi nincs. Tehát semmi negatív dolog nincs. De nem azért vagyunk. A léleknek az a dolga, hogy fejlődjön. És tudást és tudást gyarapítson. Érted? Tehát a saját tudását gyarapítsa folyamatosan. Ez a dolga.
Még akkor is, hogyha minden élet előtt törlik a tudásunkat, az előző életi tudásunkat törlik. Még akkor is. Tehát minden leszületés előtt törlik. Még akkor is az a dolgunk. Mert el van mentve. Az elménk révén van elmentve. Tehát el van mentve az a tudás, és ha az ember visszakerül, majd végérvényesen a felső létformába, akkor a tudását, az összes tudást visszakapja, amivel eddig életében rendelkezett. De hát, ha te itt akarsz a Földön megrohadni, akkor se fogod tudni megcsinálni, mert 2035-ig ezen a bolygón aranykornak kell lenni. Érted? Tehát ha valaki azt gondolja, hogy majd folyamatosan reinkarnálódik a Földre és csinálhatja a saját kis csintevéseit, akkor óriási tévedésben van. Oké? Mert készen van egy olyan bolygó, ahova lehet inkarnálódni. Oké? Kinn a univerzum szélén, és lehet ott oda inkarnálódni, kőkorszaki körülmények közé. Ja? Király. Majd fölépítitek az első izét, ilyen ősközösségi társadalmatokat, tök jó lesz. Oké? Nem kell ebbe hinni, meg tudom, hogy így van. Ennyi. Jó? Vagy pedig azt mondja az ember, hogy ha már itt van benne egy értelmes energialény, amit léleknek hív, akkor minél jobban fejlődjön ez az energialény. Mert kérdés az, hogy te hogy képzeled, hogy melyik vagy te inkább? A tested vagy inkább, vagy a lelked vagy inkább? Minden embernél ez a fő kérdés. Hogy melyik vagy inkább, a tested vagy a lelked? A tested, ami mulandó, a lelked vagy ami örök. A franc akar az lenni, ami a mulandó. Az ember az akar lenni, ami az örök, nem? Ha te inkább a tested akarsz maradni, akkor maradj a testedben, aztán meglátod, hogy mire jutsz. Oké? Jó? Hát szóval lényeg az, hogy azért vagyunk, hogy egy olyan világot hozzunk létre, ami egy ugródeszka a felső létformához visszakerüléshez. Mert ugyanis tanulni, igazán tanulni és fejlődni akkor lehet, hogyha az ember megszakítja az olyan emberi lényekkel a kommunikációt, akik leértékelik. És ez kétféle formában történhet. Vagy te saját akaratodból szakítod meg a leértékelő kommunikációkat, oké? Vagy meghalsz, és inkarnálódsz majd a következő bolygóra, arra a másik bolygóra, és ezzel van megszakítva a kommunikáció, érted? Ez ennyi. Ugyanis ezen a bolygón 2035-től nem lehetnek etikátlankodó emberek. Ez ennyi. És valakinek ez nem tetszik, majdnem azt mondtam, hogy szarok rá. Érted? De ez így van. Attól ez így lesz. És hogy ki marad az aranykorba, mert ugye egy nagy gond van, ha itt nem lenne aranykor. Nagyon nagy gond. Mert akkor ezt a sajnos ezt a bolygót el kell pusztítaniuk. Érted? Tehát nincs tovább ilyenfajta működés 2035 után, mint ami most van ezen a bolygón. Ezt felejtsd el. És ezzel nem lehet tenni semmit, hogy mégis ilyen formában menjen tovább ez a bolygó 2035 után. Világos ez?
nem fog tovább menni 2035 után így, ilyen formában ez a bolygó. Mehet ott kint az univerzum szélén, de nem ilyen formában, hanem kőkorszaki körülmények között, ahogy indult az emberiség itt annak idején. Oké? Okay? Így van. És akkor majd létre lehet hozni az első falvakat, később létre lehet hozni az első városokat, ami közt eltelik pár száz vagy pár ezer év, tudod. Ennyi. És akkor lehet úgy létrehozni megint valami hasonlót. De ezen a bolygón itt csak az lehet, hogy ez a bolygó akkor mehet tovább, hogyha ezen etikus lények élnek. Etikus emberi lények. És az etikus emberi lény az fejlődni akar. Világos ez? Miért? Ha fejlődünk, akkor tudunk fejleszteni. Érted? De addig, míg egy ember nem fejlődik, addig hogy fejleszt? Hm? Tud fejleszteni. Tehát nekünk vissza, emberi lényként, lélekként vissza kell térni oda, honnan jöttünk. Nem itt kell rekedni ezen a bolygón, meg a másikon se. Nem itt kell rekedni. Tehát egy itt rekedés van, azt látom. A legtöbb ember ilyen itt rekedett állapotban van. Tehát létre kell hozni egy szeretett társadalmat az aranykort, ahol az emberek szabadak, érted? És boldogok. És nem kell sajnálni azokat, akik nem akarnak szabadak és boldogok lenni. Nem kell sajnálni. Érted? Mert szabad akarat van, mindenki saját maga döntheti el, hogy fejlődik, tudatosodik vagy sem. És ő dönti el, hogy ő nem akar fejlődni. Vagy nem akarja, hogy te fejlődj. Ő nem akarja, hogy te fejlődj, pusztuljon meg. Ennyi. Világos ez? Nem sajnálom őket egy picit se, egyet se. Oké? Okay? És gondold végig, aki nem akarja, hogy fejlődj, pusztuljon meg úgy, ahogy van. Az a dolga. Ennyi. Oké? Okay? Fejlődjön ő is. És akkor neki is jó lesz. Vagy hagyjon téged békén, hogy fejlődj. Világos ez? Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt az előadást. Nehéz ilyenkor megszólalni, ha jól megfigyelitek, szerintem vissza is kell hallgatni, mert indultunk a fizikai létből, aztán átmentünk anyagiségre eléggé, aztán átmentünk a kicsit a mentális, meg etikai dolgokra, aztán már a reinkarnációs folyamat is benne volt, szóval szerintem ezt vissza kell hallgatni. És a végén volt egy kicsit, ugye egy kis egópiszkálás is, ahogy én nevezni szoktam. Aki ilyenkor besérül, annak talált ugye, hogy mit is lehet, meg mit nem csinálni ebben az életben, de ez valóban így van. Tehát ez látszik az embereken, hogy ha nem piszkálod föl őket, nekik jó úgy, megvan a kicsi komfortzóna, kicsi munka, kicsi család, pár unoka rendben van, soha az életben nem lépnek ki abból. Soha nem fogják túl gondolni, hogy mégis tenni kéne valami mást, hogy jobb legyen ezen a bolygón. Annyi helyen hallom, Tusek ne is mond, merre megy a világ, milyenek az emberek. De az, hogy tegyenek valamit, akár egy kicsit is, hogy valahogy máshogy legyen ez a világ, hogy belegondolnának, hogy tehetnének valamit, azt már nem. Na, azt kell nekünk megoldani, hogy elhiggyék magukról, hogy mégis tehetnek valamit, és ezért vannak ezek az előadások. Igazi, Baja? Ez így van. És igen, vannak ezek az előadások, és ezek az előadások úgy működnek, hogy először a díjmentes van, tehát amit most hallottunk, ebben csak egy információ átadás van, csak úgymond, sokkal több ennél, és igazából a díjmentes után következik a tanítás része, ahol megkapjuk azt a tudást, amit már mi is 9 éve, hogy itt vagyunk, és tanulunk, és hallgatjuk, és fejlődünk, ami által fogjuk tudni elérni azt, amiről beszélt nekünk Szedlacsik Miklós, hogy bekerüljünk az aranykorba.
Mi 9... Van, akinek az aranykor téma lehet, hogy kicsit magas. Nekem is magas volt az elején, meg sok minden magas volt. Csak hogy az elmúlt 9 évben, bármit mondott a Szedlacsik Miklós, évek előtte még semmi nem látszott belőle. 3-4 évvel utána kezdődött mondjuk látszani a fizikai valóságban, hogy az úgy lesz, és mit csináljunk majd, az mindig úgy volt. És én is úgy voltam, hogy hát, ha mondja, de mégis majd a világ egy kicsit máshogy lesz, amikor jobb lesz, és majd máshogy fog alakulni. Hát soha nem alakult máshogy, mindig úgy volt, hogy a Szedlacsik Miklós mondta. Tehát nagy valószínűséggel, amiket ma elmondott, akármilyen meredek is volt, az úgy lesz. Ha tetszik, ha nem. Elnézést, hogy belevágtam. Semmi gond. Tehát azt akartam mondani, hogy igen, mi 9 éve tanulunk itt, és mi annak idején, amikor elkezdtük itt a tanulást, akkor igazából fogalmunk se volt arról, hogy itt mennyi mindent fogunk kapni. Mi azért jöttünk, mert problémáink voltak az életben, voltunk nagyon sokfele, nagyon sok képzésen voltunk, de hiába nem javultak azok a problémák az életünkben, ami nagy gond volt. Hát még romlott. Igen, romlott, mert mondhatjuk azt, hogy inkább talán az egónk nőtt, és nem a probléma megoldó képességünk. És azáltal, hogy itt tanultunk, tudást kaptunk, és én azt látom most már egyébként, hogy itt olyan tudást kapunk, ami által felismerés születik. És nekem ez, ami hiányzott máshol, hogy igazából nem voltak felismeréseim, mert hogy megszületnek a felismerés, akkor tudom, hogy mi az, amit meg kell oldanom az életben, hogy jobban tudjak működni. És ez, ami számomra elsőként ez is fantasztikus volt. A másik pedig az, hogy itt valóban olyan tudást kapunk, amit használni tudunk, amit be tudunk építeni a hétköznapjainkban. És ezáltal tudunk majd, ahogy jönnek a felismerések, jön rá a megoldás, és ezáltal tudunk egyre szabadabb, boldogabb emberré válni. És az a jó, hogy ezt már nagyon sokan, tehát itt akik tanulunk, akik van akár a csapatunkban, és látjuk az embereknek, hogy milyen szépen simul ki a életük, mert beépítik, persze akkor, ha beépítik azt a tudást, amit itt kapunk. És itt nálunk ez nekem az is nagyon szimpatikus volt, hogy itt a képzések, ezek pedig az otthonomból tudtam hallgatni, mert nekünk nagyon régebben, amikor jártunk egy képzésekre, ez volt, hogy az ország másik végére kellett menni, tehát sok időt vett igénybe, vagy akár anyagilag is, de ezt az otthonodból tudott hallgatni rendszerességgel minden héten szerdán, mint ahogy most is van 6-tól, és vasárnap van 4:30-tól a képzések, élőben innen Budapestről az irodába, ahol most vagyunk, és ide akár el is lehet jönni személyesen, hogy lásd meg, hogy milyen is ez a közösség, milyen Szedlacsik Miklós, és milyenek az emberek, akik ide járnak. Az emberek, így van, így van. Tehát ez, én sehol nem éreztem azt a összetartást, mivel hogy itt egy olyan cél van, ami én úgy gondolom, hogy minden embernek, legalábbis aki olyan úgy gondolkozik, hogy tehát ezt az emberiséget tényleg meg kell mentenünk, hogy egy jobb világunk legyen, és ez nem fog másképp működni, csak összefogással. Tehát együttműködéssel, összefogással. Én szoktam, amikor hogy embereknek ajánljuk, és akkor visszaírják, hogy megvan az utam. Én is úgy gondoltam, hogy megvan az utam, és hogy majd én az embereket, a világot meg fogom tudni váltani. Ezt egyedül nem fogjuk tudni megváltani, ezt csak összefogással tudjuk. És a PPH a legalkalmasabb hely arra, hogy ezt elérjük, mert Szedlacsik Miklósnak mi ezt megtapasztaltuk tényleg 9 éve, hogy neki van meg az a tudása, ami által ezt el fogjuk tudni érni. 26 témakör van egyébként, ez 9 évnyi anyag, ugye jól? Egyelőre, igen, ez tényleg mindig. Tehát ez most is a hónap témánk a gyermeknevelés vagy gyermekkori traumák, ez már most 3. hónapja, hogy tart,
és mi már most ezt többszörösére hallgatjuk, de mindig jönnek a felismerések, és mindig újabb dolgokat kapunk, ad át nekünk a Miklós. Tehát itt mindig, tudjuk, a világ mindig változik, és mi megkapjuk hozzá megfelelő tudást, ami szükséges ahhoz, hogy a jövőben boldogulni tudjunk. Hát mivel más még a Nyílt Akadémia, nem nagyon látok Szedlacsik Miklóson kívül olyan embert, aki felismerte, hogy ő egyedül nem tud megtanítani több millió embert arra, hogy hogy kell élni. Ezáltal 30 év alatt kifejlődött itt egy olyan rendszer, ami azt szolgálja, hogy olyan emberek szülessenek itt, a hétköznapi emberekből, akik ugyanazt meg tudják csinálni, amit a Szedlacsik Miklós csinál. Ez a cél, hogy sok ember tudjon még több emberrel foglalkozni. És ebből fog teremni egy jobb világ. Egy ember nem tudja megcsinálni. Nem tud foglalkozni annyi emberrel. Azáltal, hogy sokan foglalkoznak sok emberrel, ők is ugyanúgy fejlődnek, hiszen az élet szüli a tapasztalatokat. Ezt sehogy máshogy nem lehet megtanulni. Én ezt tapasztaltam már így az életemben, hogy elmélet nem fog a fizikai valóságá válni, ez látszik szerintem a bürokráciában rendesen, hogy mindig eltolják azt, amit szeretnének, de a gyakorlatból lehet gyakorlatot csinálni, és hát van ennek ugye egy anyagi vonzata az itt tanulásnak, nem egy nagy összegről beszélünk, az első hónap az 19.700 forint most akciósan, és a második hónaptól 12.500 forint jelen pillanatban, ezért kapsz hetente két előadást, első-második részeket, egy szemináriumot, ahol csak teremdíj van, és az ország számos pontján vannak már irodák, ahova el lehet menni, beszélgetni, klubozni, élőben megnézni az előadásokat. Van lehetőség most már arra, most már lesznek ilyen vidékre kihelyezett előadások, a legközelebbi az július 23 Gyulán lesz, szeretettel várunk mindenkit. Élőben higgyetek el, sokkal jobb. Azt is mondhatod, hogy messzire vagy, és akkor nem tudsz eljönni, de én számos ellenpéldát látok. Hát nekünk van Ausztráliában élő magyar emberünk, aki eljött ide az irodába előadásra, meg hozzánk. És most is vannak itt Svédországból, meg Finnországból. Tehát aki akarja, az meg tudja csinálni. Mit tudsz elképzelni magadról? Mennyi az, ami energiát beletennél, hogy egy jobb életed legyen? Ilyen kérdéseket tegyél föl magadnak. Ha nem látsz ki a mostani valóságodból, akkor próbáld egy kicsit feszigetni. Egy előadást ne egyszer nézzél meg, biztos, hogy bekattansz tőle, főleg a maitól. De ha visszahallgatod, és meglátod másodjára az összefüggéseket, akkor lehet, hogy máshogy fogod már hallani másodjára, hogy tényleg téged szolgálna az előadás, és nem ellened van. Ugye begubózunk, kitesszük a tüskéinket, és akkor nem jó ez semmire. Mit mondott már megint Szedlacsik, stb. Ilyeneket lehet hallani. Hallgass meg még egyszer. Hát tényleg nem úgy mondta. Számtalan esetben volt. Vissza kell hallgatni, megnézni. És higgyétek el, hogy ebből lehet jókat tanulni az ilyen előadásokból. Hát hány első részt, meg második részt hallottunk már, és mindig újak, és tudunk bele tanulni. Ha van kérdésed, akkor keress a Facebookon, vagy TikTokon, vagy az Instán egy PPH-st, és nyugodtan tedd föl neki. Mindenre válaszolni fog, ha ő nem tudja, akkor majd egy vezető megválaszolja neked, és akkor a kérdéseidre is választ kaphatsz. Vagy hogy lehet itt tanulóvá lenni, arra is, abban is tudunk segíteni. El akarunk még mondani valamit? Én csak pontosítani szeretném a dátumot, tehát Gyulán, július 23-án a Hőforrás Hotel E-épületében lesz a végül egy vasárnapi élő képzésünk, ugyanúgy a díjmentes, és ugyanúgy a második rész. És itt a második részt is egyszer meg lehet hallgatni élőben, még annak is, aki nem tanuló. Nézni, aki még nem tanuló is, tehát még ezt így ezt szerettem volna mondani. Aki meg azt, még hogy nem tanuló, az ne sokat gondolkozzon. Ezt akarod mondani? Komond te. Nem, tényleg azt akartam mondani, hogy gyertek el, ha csak lehet, hogy személyesen, hogy valóban, hogy milyen az a közösség. Mert nincs, azért tudok hálásítani, mert tudok hasonlítani, mert rengeteg helyen voltunk képzéseken, és sehol nem volt ez az összefogás.
ez a együttműködés, tehát a cél, ami legfontosabb. Tehát itt olyan célt kapunk, ami tényleg, ha neked fontos a gyerekednek, a családodnak, az embereknek a jövője, akkor itt a helyed. És tegyünk érte, és akkor lesz egy, tényleg egy aranykor. Egyszerű módszerekből egyszerű aranykor születhet. Ennyi elég? Jó. Most majd a második rész fog következni annak, aki jogosult hozzá. 30 perc szünet lesz közte. Az újaknak mondanám, hogy ilyenkor ugye kilépünk az első részből, és átmegyünk majd a második részbe, ami, hát mondjuk az, hogy 19:50 van, akkor 10, hogy van? 20:20-kor kezdünk. Igen. 30 perc. Igen, úgy 20:20-kor fogunk kezdeni. Mindenkinek jó döntést kívánok, szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!